Sziasztok! Ha továbbra is szeretnél tőlem élőadásokat nézni nap mint nap, kövess be a Facebook csatornám, ahol szinte minden nap van élőadás. Vasárnaptól csütörtökig várok mindenkit szeretettel délután 5-től 9-ig, kivéve kedden, mert akkor délben kezdek. A követés nagyon egyszerű. A böngészőbe írd be, hogy www.facebook.com/jusumusu, majd az oldalamon a követést és a like gombot se felejtsd el megnyomni, hogy biztosan kapj értesítést. Minden egyes követést nagyon szépen köszönök, remélem sokatokkal találkozom, valamint ha ez még nem lenne elég, visszahoztam a 25 követőnkénti nyereményjátékot, ahol kis szerencsével jobbnál jobb játékokat nyerhetsz tőlem. Megtalálsz Instagramon is, Kukac Jusu néven, találkozunk délután 5-től már Facebookon. A videóhoz pedig jó szórakozást kívánok. Hopp, az ott én vagyok, velem hirdetik ott a dolgokat, azt nézd meg. Azt nézd! Hát ezt nem is tudtam, hogy kim vagyok a plakáton. Hát nézd már meg! Kövess! Mondom, kövess! Na! Mondom, kövess, öcsém! Nézd már, nem fogad szót a kutya. Haver! Na, kelj föl! Na, te kövessé! Kövess már! Hát de majd elfutok, azt egyedül ott maradsz. Na, itt vagyok, hol vagyok? Haló? Hát ez a kutya engem lesz, szar? Na, hílálni nem szabad, többé mehet. Mibe jó, fogadjuk, hogy elsőnek fogok meghalni? Igen. Akkor. Leszorom. Rajt! Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Kilenc. Tíz. A lövések. Hű, engem már lőnek! Rajd meg! Hű, első! Első! Ez jó volt. Meghaltam. Nem tudom, hogy az első. Te első lehet bújni jobban. Hárban látod a körbedi. Végre meghaltam. Én nem bántalak. Menj innen! Csak a rivágy legyen meg, ne veszelek el a cuccot. Ja. Úgyhogy Vikar 717-et feltudod. Gyere ide! Mindjárt! Egylős voltál! Lol! Nem! Kettő! Megérett a vessző! Kurva élet, szép voltam! Hűha! Erígy már innen! Menj már! Ne! Nem jó! A Vector Ron! A jó kis rejtek helyen, Dick! Pedig olyan király voltam! Ha úgy mondom, hogy Simon mondja, lépj egyet előre, és előre lépsz, akkor... És az utolsó reakció fog, aki utoljára fog reagálni, vagy nem reagálni, illetve elsőnek fogja csinálni azt, amit nem kellene, az fog kiesni, oké? Okay? Mindenki tiszta. De majd mondom mindig, hogy kiesik ki. Akkor kezdődhet? Mindenki tegye fel a kezét, aki kész van. Jó, még most még nincsen. Én nem mondtam, hogy Simon mondja. Rocky az összeset. Ha azt mondom, hogy kezdődik a játék, akkor kezdődik. Mindenki, aki ready, tegye fel a kezét. Ez most a Y most a ready-gom. Jó. A játék kezdődik. Hoppá. Ugorj egyet. Baszd, hát azt beszoktad egykös! Ki a sorból? Ki a sorból? Baszd, kurva! Baszd! De várjál, de ez amúgy tök értelmű volt! Mert a játék kezdődik, ugorj egyet, érted? Tehát, hogy így... Ez így nagyon átbaszós volt. A balra az volt, a ketten futottuk. Bal az volt az. A Jusuék, igen, Jusu Ronald maradt. Na. Hát az előbb az volt a jobb, most hogy van ezek? De igen. Na, igen. Legyél már keményen az, én nem kaptam fizut már két napja. Két napja nem kaptam fizut. Ha megnyerem, odaadom. Most ez néző szempont kérdése. Oké. Ők háttal, ő szembe volt a helikopterrel. Mindegy, Jói. Pusál be a buszba. Why are you running? Jói, Jósú. Why are you running? Edd ki a vetést, baszod. Nem, meg. Fölajánlom Lusunnak, nem kell, nem kell, köszönöm. Nem, de vagyis. A verseny indulni fog. Egy, kettő, három, rajt! Hoppá! Aztán mondtátok, hogy kimegy a izé, a motordi. Jó Isten! Hallod, kikaptam a motort, mint a szar.
az probléma. Remélem a motor még bírja. Na ezért nem motorozok, skacu. Emeljél föl a kezét, Béla, ezennel. Őre íratom az egész rendőrséget, úgy ahogy van. Úristen! Megkapja mindent is. Egyetlen egy feladata van, befogni a pofáját. Azt a tévét is megkapom? Azt ott? Azt nem. Azt nem. Azt nem kaphatja. És azt a dívány? Ez egy szereposztó dívány. Igen, ezt megkaphatja. Bele kell ülnie az ölembe. Ide leülök, és akkor az ölembe kéne üljön. Oha. Benne van? Hát nem tudom, az ölében? Így van, hát még nincs az ölemben, de hogy szeretne az ölemben lenni? Jó napot, jó napot kívánok! Csak megnéztük, hogy rendes-e a kövezet. Működik a mikrofon. Működik a kövezet. Rendben, menjünk. Aha. Na nézzük meg. Beférünk autóval, nem? Szerintem nem. Hát a utca oldal. Jézus Máriám! Mit csinál? Hát kisétálok. Ó, figyeljen már, uram. Álljon már meg, uram. Álljon már meg, uram. Hát magához beszélek. Szép napot. Hát jó napot kívánok, uram. Az a probléma, hogy ez a ruhát én már láttam egy párszor. Meg nem, a gyalog átkelő helyen kell tehát egyrészt, másrészt meg ez a ruha, ez körözés alatt. Kergettek abból az irányból. Rendben van, uram, akkor most mi is oda kergetjük a rendőrautóhoz. Kérem, akkor fáradjon oda, és ott egy ilyen gyors ellenőrzés lesz, jó? Őha. Uram, nem kérem el többször. Uram! Igen? Válaszolna, amit mondtam? Menjen tovább! Nem hallottam. Jó, akkor kérem, menjen oda, fáradjon oda a rendőrautóhoz, jó? Rendben. Köszönöm szépen. Csak egy gyors rutin ellenőrzés, semmi gond. Jó, rendben, nyugodtan. Jó? Én szeretném megnézni, hogy tud innen kiállni. Ha kiáll innen, én visszaadom azt a Én is visszaadom, uram, az összes bónuszt, amit adott nekem eddig, mindent visszaadom. Ejha! Vigyázz onnan, Tónyó kollega! Kikapja a két kerékre. Aha, szép volt, főnök úr, szép volt! Á, nem megy ez. Hát, uram, akkor jön nekünk még egy bónusza. Nem fogadtunk semmit. Hát, csak egymásra néztünk a szemünk sarkából. Na menjünk, mert a bűn az csak úgy van a város. Igen, azt látom. Tűzparancsot kérek, főnök! Tűzparancs megadva. Állj meg! Helikopter! Ide, a faszomért áll ide! Te sótalan élni! Te szülye marad! Nyugodj meg, Tonyó! A főnök majd segít! Semmi gond! Ha nem, akkor az ő hibája lesz! Micsoda ez, jaj! Jézusom, uram! Mi az kemény! Álljanak meg, szálljanak ki! Tegye fel a kezét, tegye fel a kezét! Hát én mondanám, hogy elhajtok! Ne bántsál már! Hát ne legyél már gerinctelen! Rádiót telefont elvettem tőle, rádiót telefont elvettem tőle! Nos uraim! Várjon egy pillanatot, uram! Várjon egy pillanatot! Kadétot fogom! Várjál, meg kell tenni a kocsimban levót! Miben segíthetek? Uram, legyen már szíve, hát itt van egy rendőr, egy halott rendőr, egy félhalott! Uram, ugye nem fog engem megölni? Jó. Jobb vagyok, mint Besenyei Péter. Mm. Azt látom, uram, azt látom, csak már tele van a gatya. Hatoljunk be, se túl senkit nem látok, egy embert látok. Egyelőre semmi nincsen itt az NVS-nél, de nem tudjuk, hogy meddig kell így maradnom, szóval két egység ugye itt maradt. Hatoljunk be! Tegye föl a kezét, tegye! De ez mekkora PG már, geci? Itt most nézd, komoly jó, problémák nem vannak, uram, nem tudom, hogy látja. Azt a kurva, szállj már be abba az autóba, Isten áldjon már meg, de most mit csinálsz?
Hát itt lógok a kocsi ajtón. Kényelmes? Jó Isten! Gyönyörűen kényelmes, igen. Az a, amúgy, azért menne a kúp egyébként. Hogy kell, hogy kelek föl? Így, bocsász. Jó. Na itt merre? Akkor mondom, itt egyenesen menjem. Kereszteződésnél menjen át keresztbe. Mi van? Kicsit jobbra. Jobbra itt le. Térjen itt az le. Igen, és óvatosan engedje be a csatornába az autót. Nagyon óvatosan. Hát, uram. Ennek van, vagy ügyes, keres egy rámpát ide, de nincs nagyon közel. Lassan le tudja engedni, ennek van terepjáró képessége. De lassan engedje. Azt látom, uram. Itt halunk meg. Így, uram? Ja, figyelte, hogy rátettem a pályára? Jó, kapcsolja le a fényt. És menjen itt be. Ide? Itt be. Hátra. Jó, itt szoktak főzni metet. Ó. Oh. Megy, vissza. Hova vissza? Hát végül szóval így hova a sorlásokkal. Ja, hogy... Hova? Ja, hogy itt balra? Látja ott? Aha, és ott lassan menjen. Valaki járőr. Mossa le, uram! Mivel spiccel meg? Nem találom a gombot. Jézusom. Várjon, uram, lefoglalom. Jó Isten. Hát ott be van szarva ez a... Az mi? Mibe estem el? Egy kavicsba? Hát ez kurva okos gondolat volt, Pater! Hát ez hülye! Jó Isten! Uram! Szeretnék engedélyt kérni, kinyújtani a középső ujjam! Még locsolkodás közben nem! Mi történt amúgy, de nem tudok mentőst? Víz elé ugrott! De azt mondja, víz elé ugrott! Na, az akkor jó sikerül. Én ugrottam a vízzel, érted? Hívjon már mentőst maga! Húzódjon le, uram! Közepére. Ez az! Hoha, kiugrottunk, az szép volt. Azt a mindenit, de jó. Jó napot kívánok, uram! Én meg vagyok, mert jól rajtam volt az... mi ez? Megtenné, hogy feltett kézzel odáll az autóhoz és megfogja a csomagtartót. Persze, nincs ott semmi. Bocsi! Uram, tudja, hogy miért állítottuk meg? Nem. Én se igazából, de a főnök úr tudja. Pont nem figyeltem. Hát elég szabálytalanul fordult ki, maradjunk annyira. Szabálytalanul? Egy kitolatott. Padlógázzal majd tolt egy jó kis 180-at. Ezt pont nem láttam, ez a szerencséd. Az igen. Szembe sávba. Mondjuk ha ma itt vagyunk, akkor ott én látok egy piros neont egyébként. Piros neont? Van izére. Micsoda? Hát engedély. Uram, akkor megtenni, hogy előveszi a forgalmi jogosítványt, engedélyeket. Persze. És megmutatja. Köszönöm szépen. Kezdjük a személyigazolványa, jó? Ja, oké. Köszönöm. Állj, rendőrség lábakat kell. Miért van onnan egy tőhernyő? Hova készült? Ez hátitáska. Nyugos. Ben van a szendvicsem. Mm. Milyen aranyos a srác, nem? Imádom az ilyen hangú srácokat. Ez egy tőhernyő. És mi az a mellény? Ez a mellény dísz. Dísz. Uram, meg tudnám mondani a nevét? Trakko Alex, de elvileg felmutattam. Igen, köszönöm szépen, hát csak tudja, ez az hogy van. Szeretném megkérdezni a születési dátumát. 1972-11-10. Ez igen, uram. Elég öreg ahhoz képest, hogy milyen fiatalon néz ki. Uram, viszont arra szeretném megkérni, most elengedjük, viszont szeretném arra figyelmeztetni, hogy az úton vannak különböző jelzések, amelyek arra szolgálnak, hogy betartsuk ezeket a szabályokat. Tekintve a záróvonal, szaggatott vonal, tudja, ezekre gondolok, jó? Akkor kiveszem a kis jegyzet füzetem. Úgyhogy szeretném megkérni, hogy ezekre a továbbiakban figyeljen oda. Jó, oké. Jó?
Oké. Olyaj, hát nem megy ilyen könnyen. Hát? Én viszont megbüntetem magát gondotlan vezetésért. Jogos. Kilőttem egy oldalát. Másik is megvan. Megvan a csávó. Figyelj, mert fejlőni fog. De bazd meg, de mi a faszom, hogy engem lőneged egyfolytában egy golyóval? Ez mi? Hogy állzanak lentről? Ez hihetetlen, komolyan mondom. Miért mindenki engem lőle egy golyóval? Jól láttam ott azt a kis kokaint a táskájában. Uh-huh. Kikandik a hátul. Figyeld már, nézd, és ott egy kis kokain is. Uram. Az liszt, uram. Az liszt. Az asszonynak vittem. És mit akar ezzel a nagypapa fegyverrel, uram? Hát tudja, hogy értekesek használnak. Nagypapa fegyver, uram. Sőt, volt még önnél egy automata kis pisztoly is. Ezekkel mit szeretett volna csinálni? OC szerintem ez valami Batman, nincs nálam semmi. Uram, én nem tudom mi az az OC. Itt látok egy nagy fegyvert, meg látok egy kis pisztolyt, meg is tudom mutatni, nézze csak. Itt van. Kokainról nem is beszélve. Én csak egy fésült vittem az asszonynak születésnapjára, uram. Mit csinál, ez tudja, hogy egy illegális fegyverviselés. Le is tudom csukni azért, sőt, le is fogom csukni nagy azért. Nagy kaliber. Menekülés. Ezt nem tudom, valamelyik belecsúsztott a táskámba, valamelyik rendőr. Forgalmit még mindig nem láttuk. Forgalmit még nem láttuk, uram. Ez itt nagyon jó. Hopp. What? Üldözök egy sárga ladát, vagy egy zöld ladát. Lőhetett a sok. De hogy tud kilőni egy páncél full páncélozott autóból? Hát ez is egy kalapszer ez a kocsi egyébként. Csoda, hogy nem lett belőle admin ügy. Ennyi. Nem hiszem, hogy ez tovább kéne. Erőltetni. Az kemény. Állj már meg, kuma, mert hátba lőlek! Álljon meg! Állj már meg! Állj! Üsse már, uram, hagyd, vegye már észre magát! Törvény nevében szavak előrebocsájtásával közlöm önnel, hogy álljon meg! Na, uram, én tényleg hátba lövöm. Állj már meg! Állj már meg, kuma! Álljon meg! Haló! Álljon már meg! Álljon meg! Az igen. Hadd lőjem már hátba, uram. De most tényleg. Jaj, uram, jöjjön csak egy pillanatra. Jöjjön csak. Ja, már megint milyen négert akar a falról letedni? Ez meg a másik, látja őt, uram? Hát ez nem maga. Ő a nagyapám. Igen? Igen. Tisztelje, becsülje, uram. Az meg ott én vagyok. Takar egy a faszom. Tényleg? Melyik, uram? Az a hölgy ott középen? Milyen hölgy? Az ott. Fú, de nézze már meg milyen kis peckes mellű ez hát, a lány. Hát uram, én már tudja hányszor végignéztem? Fú, Charlie rengetegszer. Ré. De az ott a nagyapám, uram. Alul pedig az ikapám. Az nem a film szereplő, aki a... Miben van a... Bosszúállóknak a főnöke, vagy mi? Melyik, uram? Hogy is hívják? Hát ez az ember, ez a... Néger, a nagyapám? Az. Nem.